Németnyiba Sándor meséje. Törött lábú kis ravazdi. A lassan ébredő hajnal szemét gomoly felhők takarták. Az öregház utcai frontján kaszával, sarlóval, kapával, hátokon indultak a munkások a földekre. Egy hangosan pöfögő Hoffer hangja túl harsogta a faluban történteket. Mirabel és Maximilian forgolódtak az ágyukban, kíváncsian várták az ébredést. Sanyi papa kedves hangja ébresztette őket. Ébresztő hétalvók! Ma nem kaptok reggelit, mert mielőtt felmelegszik az idő, ki kell érni az erdőbe. Irén mama mindkettőjük nyakába akasztotta a tarisznyát, amit finom elemózsiákkal pakolt meg. Kezükbe adott egy karé zsíros kenyeret paprikával és egy almát, hogy útközben tudjanak majszolni, erőt gyűjteni a hosszú úthoz. Ahogy kiléptek a hátsó kert kapuján, már is egy ősz csorda vonult el előttük. Miközben haladtak, bokrokból nyulak ugráltak ki, békés volt a táj. Már csak 1 kilométer volt az erdőig, amikor egy törött lábú ravasz róka feküdt a patak partján, a csobogó vízből szomját oltotta. Óvatosan megközelítették, mert nem tudták, hogy a szülei a közelben vannak-e. Megpillantotta a gyerekeket, vonyítva húzta az egyik lábát. Sanyi papa a nagy táskájából egy zsákot kapott elő, amiben a diót akarták hazahozni. Váratlanul a róka után eredt, nyakon csípte, belebújtatta a zsákba. Nyőszített a vörös hátú. Tátott szájjal figyelték a gyerekek az eseményeket. Sanyi papa mondta, hogy nem szabad beleavatkozni a természet törvényszerűségeibe, de mivel elszorult a szívük, látván a vérző, megmarcangolt lábát, bátortalanul, de beleavatkoztak a mezőrendjébe. Tudták, hogy orvosra szükségük van, ezért visszafordultak. Felváltva cipelték a rókát hazafelé, mindenki kivette a munkából a részét. Késsel szellőző lyukat vágtak, hogy meg ne fulladjon a vörös hátú. Végtelenségig kimerülten értek haza, könnyes szemmel simogatták, miközben hallgatták a beteg vörös hátú fájdalmas nyöszörgését. Kíváncsiak vagytok, mi történik a következő mesében? Mert ennek a ravaszdi vörös hátunak a vérében csörgedezik a ravaszság.